Újabb balesetek történtek tegnap kora este Kecskeméten. Az uszoda előtt két gyalogost, még az Ipoly és a Küküllő utca kereszteződésében egy kerékpárost sodort el egy személygépkocsi. Az első baleset tegnap délelőtt a Széchenyi István idegenforgalmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola előtti zebrán történt, a második pedig kora este az uszoda előtt, szintén a kijelölt gyalogátkelő helyen. Míg az elsőnél súlyos sérüléseket szenvedett egy kerékpárját toló idősasszony, a másik balesetben egy édesanyja és a lánya szenvedett könnyebb sérüléseket. Ezzel egy időben egy másik személyautó az Ipoly és a Küküllő utca kereszteződésében sodort el egy kerékpárost. Úgy tudjuk, a biciklis könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.